Elkövetkező parlamenti felszólalásomat mondom el a jövőről. Tisztelt képviselők! Ha őszintén megvizsgáljuk legújabbkori magyar történelmünket, megállapíthatjuk, hogy eddig csak 3 órát késtünk. Ezen a 2 órás úton. Aforizmákkal mondom el, virágnyelven, amikről szűkebb választókerületemben, Magyarországon mi, nem képviselő emberek, mostanában beszélünk. Az állami ránkhárításról például az a véleményünk, hogyha egy lány nem tud táncolni, az is azt mondja, hogy a zenészek játszottak rosszul. De hogy valami megoldás is mindjárt javasoljunk, megfelelő embert végre a megfelelő helyre, amíg megfelelnek. Igaz, a múlt még sokáig kísért, ha meg is szépül majd a jövővel szemben, ahogyha elvált férfi elvált nőt vesz el, 4 bújnak az ágyban. Mert az ördög nem alszik. Legalábbis nem akárkivel. Itt már csak egy nagy patópálfordulás segíthet. Különben marad a régi szöveg, hogy jobb ma egy veréb, és még nem is túlzok. Egyébként az emberek aggódnak, amikor a miniszterelnök egy-egy új külföldi kölcsönt vesz fel, ismerve a mondást, hogyha nevetsz, amikor kölcsönt kapsz, sírva fogod visszafizetni. Mert a kölcsön, mint a vakarózás, csak egy ideig használ. Ide kívánkozik egy intelem a fokozottabb teljesítményt követelőkhöz. A szamár sebessége is a kapott takarmánytól függ. Az ilyen ünnepi beszéddel sem megyünk ma már túl messzire, hogy emberek, vegyék figyelembe, hogy amit gyógyítani lehet, az csak félig betegség. Vagy milyen igazságos a mi urunk, a gazdagnak ételt, a szegénynek étvágyat ad. De azért vannak pozitív eredmények is. Itt van például, és még sorolhatnám. Jövőbeli erkölcsi agályunk az, hogy tudjuk, Isten büntet, csak az ember áll bosszút. A rossz szomszédok ugyanis az emberek jövedelmét számolják, nem a kiadásait. Mert adócsalódottakból lesznek a legjobb önkéntes adóellenőrök. Egyébként szegénynek lenni nem szégyen. De ez az egyetlen jó, amit elmondhatunk róla. Ja, és a közfürdőben mindenki egyenlő. És ne retteg, hogy a vagyonodat be kell írni, ha analfabéta vagy. Egyre aggasztóbb a kultúra helyzete is, mert nem lehet kínálni gyöngyöt olyanoknak, akik hagymával kereskednek. Idézve a nagy filozófus és lélekbúvárt, rühestől ne kérj kucsmát. Szóval kellene már konkrétabban is tenni valamit, mert egy csúnya folt még mindig szebb, mint egy gyönyörű lyuk.
Ellenkező esetben 5000 éves keserves tapasztalat, hogy egy hazugság az egy, két hazugság az kettő, de három az politika. Tehát bizalom. De kihez? Mert ismerős az intelem, hogy ne közeledj kecskéhez előről. Lóhoz hátulról, és bolondhoz bármelyik irányból. De azért, ha valaki azt mondja, szamár vagy, ne törődj vele. Ha ketten mondják, aggódj, ha hárman, szerez egy nyerget. De tőlünk se várjon az állam tökélyt a jövőben, mert aki hibátlan fivérre vágyik, egyke kell, hogy maradjon. Barátaim, ne hozzuk föl egymás között minduntalan a megnehezült egyéni helyzetet, tudva, hogyha egy fa nedves levelei égnek, mit szólhatnak a száraza? De cserébe ti se sürgessétek az állampolgárt azzal, hogy álmodj gyorsabban, mert szükségünk van a párnára. Inkább bíztassatok, hogy szóljunk fokozottan bele a pénzünkért az országos gondokba. Különben továbbra is a néma meséli el a süketnek, hogyan látta a vak a bénát szaladni. Szóval remélünk, de nem mindent a személyi változásoktól. Bár önmagában, ha az unalmas ember kimegy a szobából, olyan, mintha valaki bejött volna. Vagyis húzzuk még, de óva beintünk, a szív infrastruktúra előtt, hogy még a legjobb ló is csak tetem, ha megdöglött. Most már csak egy-két intelem. A csődbe jutott vállalat igazgatóját is bocsássák el. Vagy nevezzék őt ki ugyanoda csődőrnek. És óvakodj a zsebesektől a tagkönyvcsere alatt. És a kormánynak is, ha nem válik be, legyen egy önkritikus sajtóorgánuma, a Le Monde. Tehát szocializmus, Marx. Marx, szocializmus. Ki tudja, mi mindent fedezhetett volna még fel Kolumbusz, ha nem kerül Amerika az útjába. Vagy ahogy Engels mondhatta volna Trockinak. Hóból még nem lesz túrós lepény. Vagy ahogy Adi írta a Monte Carlo-i kaszinóban, sose hull le a vörös csillag.
egyben bízhatunk. Isten bizony. Szigorúan materialista alapon. Hogy aki fogat adott, kenyeret is ad majd. És a jövőben is meg kell bízzunk egymásban. Még ha össze is vagyunk egy kicsit uszulva. Mert az ember nem csak azért becsületes, mert nem volt alkalma a lopásra. De ha tolvaj csókol meg, számold meg a fogaidat.